Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit a legújabb videóban, és egy nagyon érdekes témát hoztam el nektek, ami nem más, mint a rage. Ugye idegeskedni mindenki szokott, vagy azért, mert mit tudom én, elment a buszod, vagy azért, mert éppen nem úgy jöttek össze a dolgaid, vagy éppen csak azért, mert mondjuk a Fortnite-tal játszol. Ez igazából megesik mindenkivel, megesik veled, megesik velem, de megesik olyan emberekkel, akik mondjuk híres videósok például, és nap mint nap streamelnek, és egyszerűen, ha tetszik, ha nem lehet kibírni azt, hogy ne legyél ideges, és néha-néha ne kapjál dürolmot. Szóval olyan embereket fogunk most megnézni, olyan híres videósokat fogunk most megnézni, akik a Fortnite-tal játszanak, és nagyon durva, de tényleg nagyon-nagyon durva dürolmot kaptak, és hát nem tudom, egy kicsit beszélgessük erről, és nézzük meg, hogy ezek az emberek hogyan is néznek ki, hogyha brutál idegesek. Na, lássuk a medvét! Annyira durva idegbeteg rohamok, vagy nem tudom, mik szoktak lenni. Nézd meg, figyeld! Nyom a G-betűt! Nyom a G-betűt, és nem megy a G-betű! Nem megy a G-betű! Egyébként egy csomószor elő szokott ez velem is fordulni, tehát azért valljuk be őszintén, hogy tényleg brutál idegestő tud lenni az, hogy egyszerűen nyomod a gombot, és valamiért nem úgy történik az. Aztán lehet, hogy csak nem is nyomod a gombot, például. Are you fucking kidding me? I swear to you on my life, I was spamming G like you have no idea. No idea. Oh my god. Kész. A csávó az kész. Elvesztettük a csávót. I love it. I love this game. Hihetetlen. Fuck! De legalább nem tört el semmit. Ó, oh, Baby Rage, hello! Istenem, végre valahára egy nő is tud rage-elni. Nőt én még nem láttam, hogy rage-elni egyébként. Ott kifolyik a nyála! LOL! Fúj! Azt a rohadt! Jó volt a szeló. Hallod? Kajak üvöltözik és kifogy ennyi... Fú, nem áll. Na itt van megint az a csávó, az a nagyon durván rage-elős. Te akkor miért játszol vele? A szívás lesz, haver. Na jó, hát mondjuk el kéne találni. Mit, ha magamat látnám? Na jó, az ennyire nem, de azért na. Íi. Hát igen, ott ilyen célzás. De miért bántod a laptopodat, haver? De mit ártott neked az a laptop? Oh my god! De mit ártott neki a laptop? Tehát, hogy így értem, hogy odavered a fülest, hogy odavered az egered, de a laptop ember, ami ott van a szoba másik oldalán, az miért? Lesz rá? Azaz, tép ki! Kurva! Ezt értettem. Atya úristen, srácok. Atya, és még én hiszem magamról néha azt, hogy túlságosan rage-elek. Én, aki a negyedét ugrált, hú. Ez nem az asztal csapkodja. Na ezt ne csináljátok, srácok, nem szabad csapkodni az asztalat, nem szabad bántani a cuccaitokat, nyugodjatok le, ilyenkor kell egy mély levegőt szívni, és utána mehet minden ugyanúgy. What? How? Oh my god! Ami
Baby Rage. Srácok, írjátok le a kommentbe, hogy ti szoktatok-e rage-elni, és ha szoktatok, akkor elő szoktatok-e ilyet adni. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ti hogy viszonyultok ehhez. Én ilyet még nem, komolyan mondom, tehát ez így mi? Why? Ennyi. No signal. Kész. Szevasz. Na, ez még a jobbik eset. Mit csinálsz? Azt nem eltörte a kezét a csávó! El fog fogyni! El fog fogyni! Oh, jó, ez mondjuk tényleg nagyon durva, tehát ezt eljátszottam én is, és fú. Figyeld az asszonyt! Jó van, nyugodj meg, Sanyika! Hello! Mondd, hogy te nem vagy nagyon mérges. Azt mondja, nyeee! Tőle megbocsájtjuk, szerintem. Nem? Na, itt a ninja! Az is tudottam rage-elni. Ez még light-os volt ezekhez képest. Jó, hát el kéne találni a verde. Figyeld. Ennyi. Ennyi. De nyugodtan elmondta, hogy így, na hát így nem bajlandó ebben a játékkal többet játszani. Ez megint az asztalt veri. De hallod, most már könyökkel is, nem csak izével, tenyérrel. Azaz, üssed! Azaz! Tehát elkezdte vágni tenyérrel, aztán a következőben ököllel, most már könnyékkel. Kíváncsi leszek a következő fejjel, belefejjel, vagy... Azaz, lőd még egyszerre. Az mondjuk 14, az rip. Na, ebből trap lesz. Figyeld meg, ebből trap... I'm going, I'll see you later. I'm never fucking streaming again. Ennyi. Hát az... I swear on my life though. What the fucking... Szegény szék, mit ártott neked az a szék? Hát... Azért van a fal, hogy lőjük, nem? Fiskod... Tényleg... What's your name? Call me Earn. You are bad. You are shit. I would quit games while I'm ahead. You are so fucking bad. Atya úristen. Atya úristen. Good God, you are bad. You are bad and I hope you see this. Na, fejeld meg. Nem fejelted még meg az asztalt. Gyerünk. Fejeld meg az asztalt. Gyerünk. Meg tudod csinálni. Gyerünk. Nem. Nem ez a csávó volt az, aki azt mondta, hogy nem streamel többet vele? Istenem, de tényleg, de nem áll. De miért? Wow. Figyelj, jön a haverja! De nem ő lőtte le?
De ő lőtte le! Uha! Féld a csávot! Azt hiszed mi? Hopp! Hopp! Atya, úristen srácok, soha többet, soha többet, jegyezzétek meg, soha többet nem nézzünk ilyen videókat, tehát atya úristen, hallod, de ember, de hogy hozhat valakiből ki ekkora nagyon durva intelligenciát ez a játék, tehát így, én nem tudom ezt hova tenni, srácok. Na jó van, kíváncsiak a véleményetekre. Nagyon-nagyon fontos, hogy írjátok le, hogy ti szoktatok-e rage-elni, és így hát próbáljátok már meg összehasonlítani ezekkel. Én őszintén remélem, hogy nincs hasonlat, de tényleg ez nagyon durva. Tehát megfogja a billentyűzetét, kettéveri. Üti az asztal tenyérrel, izével, könyökkel. Na jó, nem, föladom, tényleg föladom, srácok. Ennyi volt. Szevasztok, sziasztok. Ne felejtsetek el, ha tetszett, akkor feliratkozni a csatornára. Ne felejtsetek el belájkolni ezt a videót. És hát, ha élőadást szeretnétek nézni, akkor Twitch-en találkozunk minden nap délután 6 órától.